Kedves nézőink, a közelmúltban nyílt meg Stahl Tibor hintómaket kiállítása a Városi Múzeumban. Most ide látogathatnak el velünk. Rendhagyóan szeretném kezdeni okos telefonok, nem tudom, táblagépek. Ez a mozdulat biztos ismerős mindenkinek. Tehát amikor csak lapozunk, egy-egy másodperc, egy-egy kép, egy információ, egy üzenet, több nem jut rá. Ha már kicsit hosszabban elidőzünk, vagy visszafelé lapozunk, tehát visszamegyünk egy képre, az már nagyon sokat jelent. Én úgy gondolom, hogy ma ezt a fajta lapozgatást itt bent a teremben nem szabad, hogy megtegyük. Ezek a hintók, amiket itt bent látunk, és Stahl Tibor, én úgy gondolom, hogy ettől sokkal többet érdemelnek. Honnan ered a hintók iránti szeretete? Hát az első hintómat azt 1982-ben készítettem, egy ilyen barkács labba találtam meg ezt a típust. És akkor egy kis időre elváltam így a hintókészítéstől, hajómaketteket készítettem, de az valahogy nem kötött le úgy, és abba is hagytam, egy pár darabot készítettem, azt elajándékoztam, és utána kezdtem el a hintókkal foglalkozni. Az utóbbi mondjuk 8 évben, amikor komolyabban már, úgy gondolom, hogy az internet segítségével nagyon sok képet, méretet, adatot, dokumentumot be tudtam szerezni, és ez alapján. Mi inspirálta az alkotás közben? Hát inspirált az, hogy én mindig a kihívásokat szerettem, és úgy gondoltam, hogy minél bonyolultabb valami, pár itt a hintókészítésben, annál jobban érdekelt, izgatott, és hát ez alapján az inspiráció innét jött. A családja mindenben támogatta? Hát igen, a családom támogatott mindenben, nagyon sokat toleráltak, mert ugye a szabad időmet gyakorlatilag nagyon sok részét a hintókészítésre töltöttem el, de hát azért mindig megtaláltam a módját, hogy azért velük is lehessek, de biztos, hogy megérezték, és hát nem vették zokon, tehát így mondom. Mit érez alkotás közben? Hát, hogy mondjam önnek, az új dolgok, azok izgatnak, érdekelnek, és tényleg az van az ember fejében egy alkotás közben, hogy megmutatni, hogy olyat tudok, amit más nem. Most a megnyitón milyen érzés volt, hogy az első kiállítása megnyílt? Hát felemás érzés volt, mert először is ugye nem volt még ilyen részem. Ugyan egyszer fiatal koromban alkotó ifjúságú pályázatot nyertem Budapesten ezzel a hajómakettel, de ilyen még soha nem volt, és hát nem tudtam föl elképzelni, hogy most lesz olyan ember, akit érdekel, megnézi. Kicsit izgultam is, druk volt bennem, de hát nem tudok úgy különösebbet mondani, jó érzést tölt el. Mennyiben járult hozzá a szakmája ahhoz, hogy ezt a hivatást vagy hobbit válassza? Hát a szakmám végül is, nekem fémiparba végeztem. Utána váltottam a faiparra. Hát annyiban hozzájárult, hogy nagyon szeretem a fát. Az édesapám ács volt, őtől eljött a kötődés, és hát gyakorlatilag innen van az, hogy tényleg szerettem ezt csinálni, és szeretem is. Szeretné továbbadni családjának vagy fiataloknak a tudását? Hát szeretném továbbadni. Van egy kis unokám, ő most 15 hónapos még csak, mert a nagyobbik lányunokám, ő ugye nem foglalkozik ilyen dolgokkal. De remélem, hogy a kisfiú, ő majd fogja folytatni ezt.